Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház! Ami nem öl meg, az megerősít, tartja a közmondás. Márpedig nekünk nincs mit szépítenünk rajta, Magyarországra és a magyar nemzetre 101 esztendővel ezelőtt a Versailles Nagy Trianon kastélyban a halálos ítéletet mondták ki. A békediktátumhoz hasonló büntetést országra és nemzetre történelmi emlékezet óta még sosem róttak ki. De Magyarország képes volt túllépni a felfoghatatlan mértékű veszteségeken, és a mitológiai főnixmadár módjára saját hamvaiból újjáéledni. Ezzel párhuzamosan az elszakított nemzetrészek is élni akarásukról és képességükről tettek tanúbizonyságot, megszervezték magukat, és alkalmazkodtak a megváltozott viszonyokhoz. A II. Világháború újabb méretetlen veszteségeket okozott, és következtek az internacionalista kommunizmus évtizedei. Miközben az utódállamokban az állam működésének minden szintjét átszőtte a soviniszta ideológia, addig a kádári Magyarországon súlyos büntetés járt a székelyhimnusz baráti körben való eléneklésért is. Az anyországban legkevesebb két olyan generáció is felnőtt, akik legfeljebb családi körben hallottak arról, hogy Magyarország egy olyan ország, amely önmagával határos, mert a határ másik oldalán is mindenhol magyarok élnek. Ez volt az a viszonyítási pont, ahonnan újjá kellett építeni a nemzeti összetartozás érzését. Tisztelt képviselőtársaim! Június 4-én Csíksomjón a Székely Hadosztály emlékművénél emlékeztünk a nemzeti tragédiára. A csiki huszárok megidézték a Székely Hadosztály emlékét is. Akkor, a nagy háború után, a reménytelennek tűnő helyzetben néhány ezer székely magyar fegyverrel küzdött a magyar hazáért. Ma minden fiatalnak ismernie kéne ezt a történetet, mert erőt lehet meríteni a dicsőséges harcokból és a belső kommunista ellenséggel is küzdő hadosztály példájából. Nincs veszett ügy, csak a magyar haza becsülete van, és ezért küzdeni kell, üzeni nekünk a székely hadosztály példája, úgy, ahogy a harcosok együtt, egy emberként énekelték a harcindulóban. Bajtárs, ma még tán csak 5 perc az élet, mindegy, de győznünk muszáj. Tisztelt ház! Az elmúlt 30 éves menetelés során a megtett útnak voltak lélekemelő csúcspontjai és kiábrándító mélypontjai. A mából visszatekintve látjuk igazán, hogy a maga idejében micsoda jelentősége is volt Antal József néhai miniszterelnök azon kijelentésének, hogy a lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke. Újabb csúcspontok voltak a státusztörvény, a kettős állampolgárságról szóló törvény, a határon túli család és gazdaságfejlesztési támogatások rendszerének bevezetése. Azonban azt sem felejthetjük el, hogy lélekromboló mélypontok is voltak, amelyek lassan gyógyuló sebeket ejtettek a nemzet testén. Ilyen volt a magyar állandó értekezlet megszüntetése, és mindennek a minden kétséget kizáró negatív megkoronázása a 2004. december 5-i gyurcsányi nemzetárulás. Ez utóbbi egy olyan mélypontja volt a magyar politikának, amit megbocsájtani még ma sem lehet. Talán azért sem, mert az a személy, aki ezt az ősbűnt, az anyországi magyar, külhoni magyar elleni hergelését koordinálta, sosem kért ezért bocsánatot. Az általa vezetett baloldal, Vadai Ágnesestől, Dobrev Klárástól pedig a mai napig ugyanazt a gyakorlatot folytatja, szórják a métejt és a külhoniak ember hergelnek. És Gyurcsány emberei, a teljes baloldal követik az összödi nemzetárulót, Szabó Tímea a maszkokat sajnálta a külhoni magyaroktól, a jobbikos képviselőtársaink, akik korábban június 4-én a trianoni tragédiára emlékeztek, ma a nemzeti gyásznapján már újdonsült vezérük Gyurcsány Ferenc születésnapját ünnepelik. Tisztelt képviselőtársaim! Minden korábbi buktató és ármánykodás ellenére 2010 után Magyarország elmúlt több mint 10 éve egy történelmi léptékkel mérve és sikeres időszak volt. Az ország nemzetközi tekintélye folyamatosan erősödik, sikerült rendezni közös dolgainkat néhány szomszéd országgal. Ma több mint 1 millió új magyar állampolgár van, és a magyar nemzet egységesebb, mint az elmúlt 100 esztendőben bármikor. Az elmúlt egy évben ugyan elzárt egymástól a vírus, de ma azt remélhetjük, hogy közösen leküzdöttük a láthatatlan ellenséget, az oltás megvéd a vírustól, és pünköskor Csíksomlyó ismét meggyújtotta a remény lángját a Kárpát-medencében. Tisztelt képviselőtársaim! Azok az erők, akik a magyarországi baloldalt alkotják igazából annak a globális érdekcsoportnak a helyi gátlástalan kiszolgálói, akik egy nemzetek és helyi sajátosságok nélküli hagyományaitól, keresztény értékeitől megfosztott, migráció által megbontott egységű Európában gondolkodnak. Az általuk álmodott új világban már abban sem lehetünk biztosak, hogy a fiú az fiú, a lány pedig lány. Azt is látni kell, hogy hívják a miniszterelnök jelöltjüket bárkinek,
alkossák bármilyen pártok a baloldali összefogást, annak karmestere és meghatározó alakja Gyurcsány Ferenc lesz, akinek a hatalom megszerzése érdekében semmi sem drága. Ha kell, hazudik reggel, éjjel meg este, és ha kell, éket ver külhoni és anyaországi magyar közé. Egy ilyen helyzetben minden nemzetét és hazáját szerető magyar embernek az a dolga, hogy a nemzetére támadó baloldalt hatalomba való visszakerülését ne engedje, jövőre éjjel majd szavazati jogával szavazzon a nemzet felemelkedésére. A tét hatalmas, de nekünk áll a zászló, és a hosszú küzdelem után megerősödve ezt a csatát együtt ismét meg fogjuk nyerni. Köszönöm szépen. Orbán Balázs államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Különlegesek voltak a pénteki június 4-i megemlékezések, hiszen nem lehettünk volna együtt, hogyha nem sikerült volna összefogásra, védekezésben résztvevők felkészültségével, okos vakcinabeszerzési politikával és az előbukkanó oltás ellenes hangok visszaszorításával letörni a koronavírus járványt, ha nem jelenthetnénk ki, mert határozottan, hogy végre hozzákezdhetünk Magyarország újraindításához. Az elmúlt egy évben a bezártság mindannyiunk számára nyomasztó érzése itt volt, illetve a folyamatos küzdelem határozta meg ezt az időszakot. Most azonban elmondhatjuk, hogy újra fel tudjuk emelni a fejünket, rendezni tudjuk közös dolgainkat, és van lehetőségünk elemezni a helyzetet, sőt, terveket szőni. Még a mainál is nehezebb helyzettel találták szemben magukat elődeink 101 évvel ezelőtt, amikor egy szintén rendkívül súlyos csapás trianoni tragédia árnyékában kellett újjászervezniük a megcsonkított Magyarországot. Elődeink akkor nagy nekibuzdulással vágtak neki ennek a feladatnak. Nem vesztették el a hitüket abban, hogy a magyarok számára szinte küldetés, egy 1000 éves misszió az élet megszervezése a Kárpát-medencében, függetlenül attól, hogy országunk határai éppen merre húzódnak. Sem az utódállamok ellenségeskedése, sem a mögöttük álló nagyhatalmak cinikus gyarmati politikája nem tudta megingatni őket ebben a hitben. Voltak és vannak persze Magyarországon olyan erők is, amelyek megkérdőjelezik ezt a helyzetértékelést. Egyes baloldali ideológiák hívei 100 évvel ezelőtt a legsúlyosabb pillanatban bénították meg Magyarországot, védtelenül kiszolgáltatva minket, és alapvetően járulva hozzá korábbi időszak építkező munkájának lerombolásához. Mai baloldali politika pedig most a dicstelen hagyomány folytatójaként az elmúlt évtized nemzetpolitikai építkezését akarja lerombolni. Azt az építkezést, aminek köszönhetően Magyarország ismét Kárpát-medence és az egész régió fontos szereplőjévé vált, és képes szuverén államként önálló döntéseket hozni sorskérdéseit illetően. Aminek köszönhetően sikerrel végrehajtotta a nemzet határon átnyúló újraegyesítését, elsők között törtük le a járványt, és saját belső erőnkre támaszkodva, gazdaságilag viszonylag sértetlenül úsztuk meg az elmúlt év csapásait. Egy nemzet összetartozásáról és a trianoni tragédiáról szóló felszólalás nem maradhat megemlítetlenül a határok kérdése. Mi magyarok érthető módon kettősséget érzünk e fogalom kapcsán. Lehatárolás nélkül elképzelhetetlen lenne bármilyen politikai, kulturális közösség vagy nemzet. Az elhatárolás azonban nem csak szétválaszt, de összetart, biztonságot és védelmet is ad. A ma létező államhatárok ugyanakkor fizikai értelemben immár több mint 100 éve választják el az anyaországtól a Kárpát-medencében élő többi magyar nemzetrészt. Ugyanakkor éppen az elmúlt évtized nemzetegyesítők politikájának köszönhetően ma már nem akadályozhatnak meg egy magyar sem abban, hogy a nemzet teljes jogú tagjának érezhesse magát. Éppen ezért én itt és most csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy a valódi határok sokszor nem ott vannak, ahol az útleveleket elkérik, hanem ott, ahol egy közösség kiterjedése, kisugárzása véget ér. A Magyar Nemzet Akció rádiusza a határa ma jóvá tovább tart annál, mint ahol az állam határa áll. Mi magunk vagyunk a bizonyíték arra, hogy közös eredet, közös nyelv, közös szokások, közös vallás, közös törvények ugyanúgy határt képeznek, összekötik az azon belül élőket, és még egy globalizált világban is ez hatalmas felhajtó erőt jelent. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy a ma létező fizikai határokra elsősorban ne úgy tekintsünk, mint amik nemzetrészeket választanak el egymástól, hiszen mi magunk vagyunk a bizonyíték, mi magyarok. Az elmúlt évtized politikája, hogy közösségünk kiterjedése és erejének szétsugárzásra túlmutat ezen. Ehelyett inkább úgy tekintsünk rájuk, mint a szomszédos országokkal való hivatalos kapcsolódási pontokra.
Itt van újra a Nemzeti Összetartozás napja, amely egy jele annak, hogy a velünk történt igazságtalanságot sosem feledjük, ellenfeleink sosem fognak tudni megtörni minket, hogy küldetésünk van a Kárpát-medencében, és hogy a határok nem csak elválasztani, de össze is tudnak minket kötni. Sok dolgunk van, az új szabályok szerint működő, új világ győztesévé és a 21. század nyertesévé kell tennünk Magyarországot és benne egész Közép-Európát. De mi készen állunk. Köszönöm szépen a szót.